Kettős céllal szervezték meg a civileknek szóló konferenciát a Váci Mihály Kulturális Központban. A cél az volt, hogy a civil szervezetek vezetői megismerjék a közelmúltban felújított épületet, és lehetőség szerint rendezvényeikkel használják ki az intézmény tereit. A helyválasztást egyéb szakmai szempontok is befolyásolták. A civil szervezetek számára múlt héten jelentek meg a Nemzeti Összetartozás Kollégiumának a pályázati kiírásai, ezért hívtuk meg dr. Csizmadia urat, hogy ezekről a pályázatokról tájékoztasson bennünket. Múlt pénteken írta ki a Nemzeti Együttműködési Alap a pályázatokat, tehát már lehet jelentkezni az EPE rendszerben, már lehet regisztrálni. A dolognak a lényege, hogy a működési és a szakmai pályázatok, a programpályázatok egyszerre lettek kiírva, így ezzel gondolom két dolgot tudtunk elérni. Az egyik az, hogy önök rögtön tudnak reagálni mind a két pályázatra, a kollégiumok is tudnak rögtön reagálni mind a két pályázatra, hiszen látják, hogy ki az, aki csak működésére, ki az, aki programpályázatra, vagy ki az, aki mind a kettőre pályázhat. 30 nap áll rendelkezésre, ugye arra, hogy a pályázatokat benyújtják. Nyíregyháza önkormányzatának pályázati kiírásai a következő időkben jelennek meg, ami a civil szervezetek életében igen fontos, hiszen bevételi forrásuk ezekből a pályázatokból jelentősen gyarapodnak. Azért fontos, mert szeretnénk a civil szervezeteknek időben fontos információkat is adni, az ő működésükhöz is fontos ez, a jogi szabályozás, a pénzügyi elszámolás tekintetében, meg hát alapvetően a pályázatok szempontjából is, hogy a pályázatok két részből állnak, vannak működésre, és vannak különböző szakmai programokra kért pályázatok, és az elmúlt évek alapján is, ugye sok alkalommal találkoztunk már ilyen fórumon, mindig eredményes volt az, és a civilek igényelték is, nagy számban jelentek meg a civil szervezetek. Nyíregyháza önkormányzata csütörtökön fogadta el a költségvetést. Az elmúlt évben 25 millió forintra emelték meg a civilek támogatását, ezt az összeget idén is tudta tartani Nyíregyháza. A civil szervezetek vezetői hasznosnak ítélték meg a konferenciát, ahol rengeteg információhoz juthattak. Az Eszterlánc északi óvodának 9 óvodája van, és mind a 9 óvodának szinte van egy-egy alapítványa. Ez azt jelenti, hogy ilyen konferencián, ha részt veszünk, nagyon-nagyon jól tudunk tájékozódni, hogy milyen pályázati lehetőségeink vannak, akár működésre, akár szakmai programokra. És ahogyan ismerjük az óvodapedagógusainkat, minden forrást és minden lehetőséget kihasználunk, hogy a nevelés-oktatás színvonala még sokkal jobb legyen, és szakmailag is jobban fejlődjünk. A tájékoztatók után a civil szervezetek képviselői jogi tanácsot is kaphattak, majd dr. Orich Attila, Nyíregyháza alpolgármestere a város 2015. évi várható pályázati kiírásairól tájékoztatta a megjelenteket.